Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, életműdíjas előadó művész. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves sokkalom, üdvözlöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét, és köszönöm szépen a meghívást. Számtalanszor volt más stúdiónk vendége, és mindig egy más oldalról, egy másik irányból szoktunk beszélgetni. Most viszont az előadó művészi pályája, amit kibontunk. Hogyan indult, melyek a kezdetek? Katona koromban a katonatársak mondták, hogy nekik nagyon tetszik, ahogy én a magyar nótákat énekelem, hiszen ott mindig énekeltünk, érdekes, az még más világ volt. Na a lényeg, hogy mondták, hogy szerintük ezzel foglalkoznom kéne, de én is úgy éreztem, hát előtte már zenéltünk, zenekarban, itthon Karcagon, jó kis együttesünk volt, a Seri együttes, és utána elhatároztam, hogy Vörössárinál kezdek el Budapesten tanulni. Jártam is Budapesten az OSK központi stúdióba évekig, és ott szereztem meg a minőségi, tehát a legmagasabb minőségű működési engedélyt, amivel utána egy időben indultak a rádió felvételeim, hiszen ott a vizsgán jelen volt a rádiónak az egyik szerkesztője, Máder László úr, aki meglátta bennem a fantáziát, meglátta a tehetséget, és azt mondta, hogy körülbelül egy-két héten belül már a rádió stúdióban voltam. Az a felvétel nagyon jól sikerült, és utána pedig behívtak, hogy még egy következő felvétel, amit már zésítenek, tehát ami már az örök időkre le van konzerválva. És most mióta voltam fönt riporton a Dankó Rádiónál, én akkor tudtam meg, hogy közel 100, sőt most már 100-at is meghaladja azoknak a daloknak a száma, amik bent vannak nekem a rádióban, és bármikor elővehetőek. Úgyhogy valahogy így indult el a pálya, rádió, aztán hamarosan jöttek a TV felvételek, M1 műsorom például, önálló műsorom is volt 1998-ban, amit ifjú Járóka Sándor kísért. A kezdetekhez visszanyúlva, nyilván ez egy Isten adta tehetség, amit az ember képez nyilván az idők folyamán, de a családban volt zenész, vagy akinek köze volt a zenei pályafutáshoz bármilyen formában is? Közel nem volt a zenei pályafutáshoz senki, tudtam ma, de jó hangja volt édesapámnak, édesanyámnak is. És hát valahogy bennünk a húgommal együtt valahogy éreztük, hogy mi halljuk, jól halljuk, jól tudjuk elő, hangunk is aránylag megfelelő a különböző műfajokhoz, és hát így lett az, hogy ebbe egyáltalán elindultunk, meg hát a zenekarral előtte már mi sokat gyakoroltunk, tehát ott azért már kijöttek a jó hallás, meg a jó hang dolgok, és hát így van az, hogy már 36 éve vagyok a szakmában és a rádióban. Mit rejt ez a 36 év? Milyen értelemben, hogy mit rejt? Hát rengeteg... Adódik a kérdés, hogy nyilván itt rengeteg fellépés lehetett, fellépést. Akár televíziós, ahogyan beszéltünk, rádiós megjelenés. Mi történt a szakmában az elmúlt 36 év alatt? Az elmúlt 36 évben, hogy tetszett kérdés, hogy mit rejt, hát rengeteg kedvességet, sikert, szeretetet az emberek részéről, figyelmet a szerkesztők részéről, mert ez nagyon fontos nekünk, hiszen úgy kerülünk be a különböző műsorokba. És hát nagyon szívesen eleget teszünk különböző meghívásoknak, de mindig gondolunk a jótékonykodásra is, ezt különösen a húgommal, Andival szoktuk gyakorolni az óvodáknak, Karcagon nagyon sokszor évtizedek óta adtunk ingyenes jótékony műsort, és ezért kaptunk is tőlük egy nagyon kedves elismerést az óvoda vezetését, az óvoda alapítványától, aminek nagyon örülünk, és ezúton is szeretném megköszönni. Úgyhogy nagyon sok rétű a előadó művészi pálya, hiszen persze vannak benne rosszabb időszakok és buktatók is, de inkább több a siker. Már tett említést arra, hogy rendkívül sok rádió és televíziós szereplése is volt. Kicsit avassuk be a nézőket abba, hogy milyennek a háttere, hogyan zajlanak, és melyek voltak ezek a megjelenések. Egy rádió felvételnél eléggé izgalmas dolog, ugye, mert már mikor belépek a stúdióba, ott ül egy 12 tagú cigányzenekar, nagyon profi zenészekről van szó, tehát akik már 5-6 éves korukban hegedű, meg a
cimbalom meg a brácsa közelében vannak, mint kisgyermek, és azóta ők folyamatosan gyakorolnak, és egy nagyon magas szintre eljutnak a zene művelésében. Aztán egy üvegfal mögött ott ül a hangmérnök, ott ül a technika, tehát akik ott ül a rendező, a szerkesztő ott ül, akik megmondják, hogy eleve már ugye, mikor megkapom a meghívást, megszabják, hogy milyen dalokat gondoltak. Ők ezt gondoltak, négyet adnak mondjuk, vagy ötöt. Például a Füredi Anna Bál, azt ők kérték, hogy legyen rajta a felvételen, cigányzenekaros felvétellel. És akkor én is írjak hozzá néhányat, amit gondolok. És akkor elkezdjük a dalokat, szépen bejátsza a zenekar a előzenét, és elkezdjük, lelénekelem, egyszer, esetleg kétszer, valami kis hiba, mit tudom én, nyikkan egyet a cimbalomnak a lápedálja, vagy bármilyen zörgés benne van, akkor már meg kell ismételni, de általában jól szokott sikerülni, és elég gyorsan felveszük a dalokat, amik aztán zésítésre kerülnek szintén, és játsza most már a Dankó Rádió. Nem csak városunkban és a térségben vállal számos fellépést, hanem határon kívülre is hívják. Mit lehet erről tudni? Nagyon nagy élmény volt Ausztráliában két alkalommal kint lenni. Első alkalommal 4 hónapot töltöttünk ott kollégáimmal, kolléganőmmel. Második alkalommal 1,5 hónapot voltam kint. Hát ennek már most nem is tudom hány év, 2004-ben volt az utolsó alkalom. Azóta hívtak néhányszor, de itthon megvoltak azok a lehetőségek, hogy nem láttam különösebben fontosnak, hogy olyan messzire még egyszer elmenjek, bár nagyon-nagyon szép ország, nagyon csábító egyébként, és az ottani magyarok is nagyon kedvesek. Ez volt tehát Ausztrália, de Svédországban is voltam kint, Katalin napi bálra hívtak meg kedves ismerősök. Említhetném itt Oroszországot, egy volt osztálytársam meghívására. Kérdeztem tőle, hogy te mit énekeljek én az oroszoknak? Hát azt mondja, amit szoktál, ugyanazt. És fantasztikus volt átélni azt a varást, ahogy a csárdások, a mulatós csárdások a műsor végén mennyire átjöttek az orosz közönségnek. Úgyhogy óriási ováció volt, mintha értették volna, hogy miről énekelek, nem értették, de a dallama és a stílusa, a ritmusa, az íze az átment nekik. Igen, szokták mondani, hogy a zene összeköti az embereket, és akkor erre... Így van, ez, a zene az nemzetközi, így van. Ez példa. Ahogyan már bemutattam, a Felkomban életműdíjat kapott, de egyéb díjazása is vannak. Hogyan fogadta annak idején ezt az életműdíjat és magát, amikor az ember egy ilyen elismerésben részesül, mit jelent a számára, illetve milyen újabb célokat tud ezáltal kitűzni? Óriási elismerés, nagyon váratlanul ért a dolog. Egyébként Berekfürdőn adta át Nógrádi Tóth István a Magyar Nóta Szerzők és Nóta Énekesek Országos Egyesületének az akkori elnöke. Ott több ezer ember előtt a strandon volt egy cigányzenekaros műsorunk, és megtette kedves kollégám Nógrádi Tóth István, hogy eljött oda, és ott a színpadon adta át ezt az életműdíjat. További cselekedetre, további művészetre ösztönzi az embert, illetve az a jóleső érzés, az elismerése annak a 30-valahány évnek, amit a szakmában eltöltött, és elismerése annak a színvonalnak, amit sikerült teljesíteni. Nem csak televíziós, rádiós megjelenései vannak, hanem az írott sajtóban is több alkalommal szerepel, folyóiratokban, beszéljünk most egy utóbbiról. Igen, nagyon sokszor van riport velem évente több alkalommal, mondhatom az Új Néplapban, ami Karcagon is terjesztésre kerül. Sőt, most tervezünk, most a napokban lesz egy úgynevezett podcast felvételünk az Új Néplapnak az online oldalán. Úgyhogy ez egy teljesen új és érdekes dolog lesz, egy új megjelenés lesz. Illetve alkalmi dolgokról is tudok beszámolni. Ez a Lámpás című lap, ez egy ritkán megjelenő, nem tudom pontosan, ez a 2022-es negyedik szám, tehát gondolom akkor olyan 3 havonta jelenhet meg, mezőtúri kulturális lap, aminek a szerkesztője volt olyan kedves, és megkeresett engem egy riportra, ahol nagyon egy műsoron kapott el, mondjam így, oda jött hozzám, és akkor kérdezte, hogy szabad-e
egy riportot készíteni, és nagyon választékos stílusban, nagyon pontosan ismeret, pontos ismerettel, azzal kapcsolatosan, tehát velem kapcsolatos pontos ismeretekkel, amiket leír, úgyhogy igazán jól esik. Ez egy kicsi példányszámú lap, de úgy, hogy a Facebookra is fölkerült, hát úgy rengeteg emberhez eljutott, úgyhogy ilyen kiadványok is vannak. Többféle dalokat szokott énekelni. Van amelyik, meg stílusú dalokat, amelyik önhöz a legközelebb áll? Ugye említettét, hogy a testvérével is szokott gyermekműsorokban és ódákban népdalokat, táncdalokat. Melyik, ami talán a legközelebb áll az ön szívéhez? Hát egyet nem tudnék kiválasztani, megmondom őszintén, mert egyik szebb, mint a másik, mondjuk, hogyha magyar nótákról gondolkodunk. Örökzöld slágerekből ott van a Füredi Anna, bár eleinte nem voltam odáig érte, de aztán megkedveltem, hiszen rájöttem, hogy a közönség meg annyira szereti, és annyira igénylik, és annyira kell, hogy bevetettem a műsorom, és azóta már meg is kedveltem egyébként, de beszélhetnék több táncdalról is, hiszen az is közel áll én hozzám, illetve itt szeretném megemlíteni a gyermekműsorunkban a saját szerzeményű dalaimat, hiszen a gyermekműsorunk címe Andival, hogy Hello, Hello gyerekek, ez a dal is egy nyitó szám, és ez is a saját szerzeményem, de ott van a Boszorkány, Három teve, Csizmakabát, kalap, stb., úgyhogy van sok. És már rá is tértünk a jelenleg futó műsorokra, melyek ezek? Jelenleg futó műsorunk, hát most műsoraink, decemberben több helyre volt meghívásom. Örülök, hogy a családom, feleségem tudja ezt támogatni, hogy én elég sokat oda vagyok hétvégeken, és segítenek minden, ezt itt is köszönöm. Kecskeméten volt például egy óriási nagy Nóta Gála műsor, ahova meghívást kaptam. Fejős Jenő kollégám rendezi, zsúfolt teltház, ez 600 valahány embert jelent. Kiváló kollégák, hatalmas, nagyon jó hangulat, úgyhogy így tudnám jellemezni azt a műsort. Vagy Miskolcon voltam december 28-án egy óév búcsúztató Batyus Bál az arénában, és hát ott is több mint 1000 ember ült az asztaloknál, és érezte jól magát. Itt találkoztam Korda Györggyel, Balázs Klárival, akiknek óriási sikerük volt. Na most tessék elképzelni, mikor a végén még nekem ki kellett menni, és a közönséget valamivel megfogni, de hál' Istennek vették a dolgokat, jól érezték magukat, nekem is odajöttek, táncoltak, és nagyon kedvesen fogadtak, meg az elején is én voltam, de azt, amit a Korda Györgyék, azt a sikert, hát azt öröm volt látni. Nagyon-nagyon népszerű, és nagyon kedvelik őket. Itt adódik a kérdés, hogy amikor a művész emberek találkoznak egymással egy-egy ilyen fellépésen, rendezvényen, milyen a hangulat? Többször összefutnak-e, felismerik-e, megismerik-e már egymást? Hogyan zajlik? Többször összefutunk, és azt figyeltem meg, hogy valaki minél nagyszerűbb művész, annál szerényebb. Ez nagyon érdekes, mert emberi hangon tud beszélni, természetes a viselkedése, nincsenek fellengzős szokások, dolgok, és jobban esik valahogy az embernek, mint esetleg egy nem annyira tehetséges, de feltörekvő kollega, aki saját óránál is nem sokkal messzebb lát például, vagy fennhordja, és akkor... Tehát lényeg az, hogy én ezt tapasztalom a sok-sok ismert retrosztárok, a Dolliról, Zalatnai Sarolt, a Csepregi Éva, Szűcs Judit, Balázs Fecó szegény, aki meghalt, Kós János szintén, aki meghalt, mind-mind ott Miskolcon ebbe a műsor sorozatba, Por Péter például, és találkozunk, és ott együtt műsorozunk, hát persze mindenki külön-külön, de mégiscsak egy műsorban vagyunk, úgyhogy én ezt tapasztalom a kollégákkal. Melyek a jövőbeli tervek? Jövőbeli tervek, azok szépen alakul a 2023-as évem is, hiszen már márciusban Martfűn lesz egy nagy cigányzenekaros, nagy Nóta Gála műsor, egy Hungarikum pályázatnak köszönhetően. Aztán májusra be van írva például Kuncsorba nevű települést, említem itt meg, ahol nagyon megkedveltek bennünket az utóbbi években. Ott gyermekműsor, felnőtt műsor egymás után egy csokorban lesz, így van a megrendelés. De már szeptemberre is be van írva például Kunszentmártonban a kedves polgármester Vennel Várkonyi Attila, kedves jó barátom és polgármester úr, ő már lefoglalta azt az időpontot, hogy írjuk be mindenféleképpen. Illetve várom a
újabb Duna televíziós felvételeket, hiszen már 10 alkalommal voltam bent, ha jól számolom, különböző helyszíneken, ez történik az Egri Bazilikába, a Bazilika tövében, a Prímás pincében, akkor Gödöllőn az Erzsébet királyné étteremben is volt egy csodálatos helyszín, Dunabogdány, Ürömön egy városszéli, nagyon szép hangulatos étteremben, ott is vannak, és a Duna Völgyön nagyon sokan mondják, én nem látom mindig, de sokan mondják, hogy ismétlik ezeket a műsorokat. Duna Völgy adásán. Duna Völgy adásán. Utolsó kérdés gyaránt, aki most szeretne erre a pályára lépni, mit tanácsol neki? A magyar nóta műfaját én szerintem nem volna szabad hagyni, tehát én nem mondom, hogy nincs benne jövő, de azt viszont mondom, hogy nem olyan a fogadtatása, mint ezelőtt mondjuk 30-40 évvel abban az időben. Nem szabad hagyni, mert gyönyörű szép nóták léteznek, a gyönyörű szép verseket, a gyönyörű szép dallamokat írtak az akkori szerzők, pláne a klasszikus régi szép magyar nóták, csárdások, és nekünk mindig azt tanította Vörös Sári, kedves tanítómesterünk, hogy a magyar nótában tiszteljük és fedezzük fel azt a nemzet megtartó erejét a magyar nótának. És ezt amikor külhoni magyaroknál énekelünk, akkor nagyon-nagyon érzi is az ember. Vagy pedig ne felejtsük el magyar nyelv megőrző szerepét a magyar nóta sorainak, hiszen olyan régi szófordulatok, szavak fordulnak elő benne, amit már szinte alig-alig használunk, talán nem is, de ezek a nóták megőrzik, és ez nagyon fontos, úgy gondolom. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és a jövőben is nagyon sok sikert kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm, és máskor is szívesen jövök, ha tetszenek hívni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!